Milliárdos beruházás, 140 új munkahelyet teremt az Eisman autóipari beszállító cég nyíregyházi gyár bővítése. A legsikeresebb politikai konstrukció Európában. Ezt Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes mondta a Fidesz-KDNP pártszövetségről Máté Szalkán, ahol a kereszténydemokrata néppárt évnyitó rendezvényét tartották. Sürgőségi triázs, a január 1-től életbe lépett rendszer különböző súlyossági kategóriákba sorolja a betegeket. Száznegyven új munkahelyet teremt az Eisman autóipari beszállító cég 2 milliárd forintos nyíregyházi gyár bővítése. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az új fejlesztés eredményeként 7700 négyzetméterrel bővül a gyártási terület, valamint új gépeket is vásárolnak. Az Eisman prémium autóipari belső elemeket készít. A cégcsoport németországi központtal rendelkezik, 1997-ben első Németországon kívül termelő központja Nyíregyházán kezdte meg működését. Már javában tart az Eisman nyíregyházi telephelyének bővítése. A 7700 négyzetméteres csarnok teljes szerkezete áll, az építés várhatóan május végén befejeződik. A fejlesztésnek köszönhetően a fröccsöntő üzemet bővítik néhány géppel, illetve új gyártósorokat telepítenek, ezek is még az év végén fejeződnek be. Az Eisman autóipari beszállító cég gyárában főleg sebességváltó markolatok és gombok, valamint a hozzájuk tartozó szoknyák, kisebb burkolati elemek és légzsáktartók is készülnek. Az első számú vevőkörük a prémium német autóipar, de angol, francia és az olasz márkáknak is szállítanak. Árbevételük évről évre nő, a jelenlegi gyárat pedig már kinőtték. Így ezért és az új tervek megvalósítása érdekében bővülnek Nyíregyházán. Ezek a jelenlegi profilunkhoz hasonló, de inkább a váltógombok mellett inkább a burkolati elemek, az autó belső terében lévő egyéb burkolati elemek erősödnek, vagy a mi profilunkban ezeknek a hangsúlya nő, és ezek például légzsáktakarók, vagy díszlécek, bőrözök díszlécek. Akár a létszámot, akár az éves forgalmat, akár árbevételt vizsgálunk. Az Eisman folyamatosan felfelé ívelő pályán van már 22 éve hazánkban. 1997-ben még csak néhány tucat ember egy pár terméket gyártott. 2006-ban 300-an dolgoztak a cégnél Nyíregyházán, és 16 millió eurós éves forgalommal működtek. 2018-ban a dolgozói létszám már elérte a 700-at, az éves forgalom pedig sokszorosára, összesen 23 milliárd forintosra nőtt. A 2 milliárd forintos beruházást valamivel több mint 550 millió forinttal a magyar állam támogatja, 1,5 milliárd forint pedig saját forrás. A fejlesztés munkahelyteremtő is lesz. 140 új kollégát keresnek majd. Főleg fizikai dolgozók, operátor munkakörbe, bőröző, bőrtermékkészítő, varrók, varrónők és néhány mérnököt keresünk. A cégnek sikerült átívelni és egyensúlyba hozni a magyar és német munkakultúra közötti különbségeket is az elmúlt évek alatt. Kreativitásban korábban sem voltak hátrányban a magyarok, de a dolgozók precizitását és pontosságát javítani kellett. A nyíregyházi gyár az egész Eisman csoportnak az oktató és tréning központja, a gyárszervezés tekintetében pedig elismerten az egyik legjobb leányvállalat. Ezt különböző belső és külső európai díjak is mutatják. A 2019-es évre 25 milliárd forintos árbevétellel terveznek, 2021-2022-re pedig a 31-32 milliárd forintot szeretnék elérni Nyíregyházán. A legsikeresebb politikai konstrukció Európában, ezt Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes mondta a Fidesz-KDNP pártszövetségről Máté Szalkán a kereszténydemokrata néppárt évnyitó rendezvényén. A párt elnöke a közelgő EP választásokról szólva kiemelte, a migráció jelenti a legnagyobb veszélyt Magyarország és Európa számára, éppen ezért lesz nagy tétje annak, hogy kik kerülnek többségbe az Európai Parlamentben. Több mint 100-an a megye minden pontjáról és a határon túlról is érkeztek politikusok Máté Szalkára csütörtök este. A település Szentpéteri Zsigmond kulturális központjának színház termében tartották a KDNP évnyitó rendezvényét.
Máté Szalka polgármestere köszöntőjében kiemelte, nagy megtiszteltetés számukra, hogy a kereszténydemokrata néppárt városokat választotta rendezvényük színhelyéül, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a település mindig kiállt a keresztény hit és értékek mellett. Büszke vagyok arra, hogy Máté Szalkán sokan hitet vesznek kereszténydemokrata értékeink mellett. Büszkén mondhatom, hogyha szétnézünk a zsúfolt teremben, hogy Máté Szalka és egyben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a kereszténydemokrácia valódi oszlopai, és sokan támogatjuk itt a magyar kormányt abban, hogy Európa megőrizze, megőrizhesse kereszténydemokrata identitását és gyökereit. Az összetartozás igazi példája ez a mai nap, hangsúlyozta beszédében Sesták Miklós. A KDNP megyei elnöke kiemelte, büszke erre a rendezvényre, illetve arra is, hogy a megye mindig meg tudta mutatni, hogy fontos számára a kereszténydemokrata értékrend. Ha ma megkérdeznék, ha csinálunk egy felmérést, hogy az ország megyei közül hol ismerik legjobban a kereszténydemokráciát, az X-et, hol vannak olyan nagy megyei rendezvények, akkor mi büszkén kihúzhatjuk magunkat, hogy igen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ilyen megye, ahol igenis meg tudja mutatni magát a kereszténydemokrácia, és meg tudjuk mutatni, hogy igen, mi is létezünk. A Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt pártszövetsége nem csak a magyar történelem, hanem az Európai Unió történetének legsikeresebb politikai konstrukciója, jelentette ki Semjén Zsolt, a KDNP elnöke. A miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, az Európai Unió történetében példátlan, hogy egy politikai erő több mint egy évtizeden keresztül az abszolút többség fölött tud parlamenti választásokat nyerni. Azt kell valahogy megoldani, hogy hiteles keresztény demokráciát képviseljünk, beleértve az olyan kényes kérdéseket is, mint a házasságszentség, a magzati életvédelem, stb. Másfelől pedig elég erősek legyünk arra, hogy meg tudjuk nyerni a választásokat. Ennek a megoldása, ennek a két célnak az egysége a Fidesz-KDNP szövetség, ahol a kereszténydemokrata néppárt egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy keresztény ihletettségű nagy néppárt, egy nagy gyűjtőpárt. A miniszterelnök helyettes a 2019-es európai parlamenti választásra kitérve úgy fogalmazott, Európa a lét és nem lét között tántorog, amit a migráció okoz, jelenleg így ez jelenti a legnagyobb fenyegetést az ország és a kontinens számára. Semjén Zsolt kiemelte, éppen ezért, ha Magyarország elveszítené magyar jellegét, etnikai és civilizációs értelemben is visszafordíthatatlan károkat szenvedne el. Elindult a magyar sürgőségi triázs rendszer, azaz a sérültek osztályozása a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház intézményeiben is. Ennek köszönhetően 5 ellátási szintbe sorolják a betegeket, és az alapján látják el őket, hogy milyen súlyos az állapotuk. A József András Oktatókórház sürgőségi betegellátó centrumában már több mint 10 éve alkalmazzák a triázsolást, január 1-től pedig Máté Szalkán és Fehérgyarmaton is bevezették az új rendszert. Egy nagy forgalmú sürgőségi osztályon kifejezetten szükség van arra, hogy a betegeket ne érkezési sorrend szerint vizsgálják a szakemberek, főleg a betegek biztonsága érdekében. A sürgőségire érkező betegeket triázsápolók vizsgálják meg, majd egy 5 kategóriás rendszer szerint besorolják őket. Az első és második szint az azonnali életmentést jelenti. Az elsőben újraélesztés történik, a másodikban az úgynevezett kritikus állapotú páciensek kezelése. Ide tartozik a sok, a légzési-keringési elégtelenség és az eszméletlen betegek ellátása. Ezeket 15 percen belül el kell kezdeni a szakembereknek. A további 3 kategóriában azt határozzák meg, hogy mennyi időt várhat a beteg biztonságban. Mi tudjuk, hogy a betegeknek ez nagyon rossz a várakozás, de azért, hogy biztonságosan tudjunk mindenkit ellátni, kénytelenek vagyunk ezt az osztályozást bevezetni. Ebben az osztályozásban semmiféle szubjektum nincs. Az osztályozás alapja a kanadai rendszerből átvett, és a Magyar Sürgőségi Orvostani Társaság munkacsoportja által létrehozott rendszer, úgy hívják, hogy Magyar Sürgőségi Triázs Rendszer, amit nekünk oktatnak, erről van egy tankönyvünk. Ápolók végzik ezt a besorolást, és 2 évente kötelezően erről oktatásban kell részesülnünk, és vizsgázunk.
A harmadik, vagyis a sürgős kategóriában a beteg 30 percet várakozhat anélkül, hogy tartós egészségkárosodást szenvedne. A negyedik szint a kevésbé sürgős, ebben az esetben egy órát várhat, és általában vár is a páciens. Az ötödik kategóriát már a halasztható szintnek nevezte Domokos Gabriella, ez már 2 órás várakozási időt vetít előre a beteg számára. Ha kevés a beteg az osztályon, akkor természetesen nem kell ezeket az időintervallumokat kivárni a senkinek. A páciensek a várakozási időben is a triázs ápolók felügyelete alatt vannak. Ha túl sok a beteg, és mégsem kerül orvosi vizsgálatra ennyi időn belül, akkor következik egy újbóli triázs vizsgálat. Azon túl, hogy ezek a betegek természetesen folyamatosan már a triázs ápoló és az ápolók felügyelet alatt vannak. Ez az újbóli triázs vizsgálat, az úgynevezett retriázs, és nagyon fontos eleme lett a rendeletnek. Kötelezően kell végeznünk, kötelezően kell jelentést szolgáltatnunk róla, tehát gyakorlatilag kötelezik az ellátót arra, hogy fél óránként, egy óránként, 2 óránként a beteg állapotának megfelelően értékeljük újra. Lehet, hogy az újraértékelésnek az lesz az eredménye, hogy romlott a beteg állapota, és azonnal vigyük be, és foglalkozzunk vele. A Józsa András Oktató Kórház Sürgőségi Betegellátó Centruma körülbelül 2008 óta használja a triázsrendszert, így ez Nyíregyházán nem újdonság. Összkórházi szinten viszont a másik két intézményben, Máté Szalkán és Fehérgyarmaton, a közelmúltban megtörtént az oktatás, és január 1-től azon a két sürgőségi osztályon is alkalmazzák a betegek osztályozását. 4 sávon éri majd el Záhonynál a határt az M34-es gyorsforgalmi út. A tervezési szerződést a minap módosították, mert az érintett településekkel nem zárult le időben az egyeztetés, olvasható a Magyar Idők honlapján. Az M34-es az M3-as Vásárosnaményi szakaszától indul, és a magyar-ukrán határig vezet majd. Az M3-as eddig Vásárosnaményig készült el. Innen egyrészt az északi irányban megépülő M34-essel érhető majd el Kárpátalja, másrészt a keleti irányban folytató M3-assal, aminek végpontja az újonnan megépülő Beregdaróc-Beregdét határátkelő lesz. Utóbbi északi irányban 5 kilométerre épül a Beregszászra vezető Beregsurányi határátkelőtől. A fejlesztés eredményeképpen 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi szakasz épül 6 külön szintű és egy színbeli csomóponttal. A nyíregyházi járási és nyomozó ügyészség költségvetési csalás és közokirat hamisítás miatt emelt vádat azzal a 3 honosított magyar állampolgárral és magyar segítőjükkel szemben, akik nyírmeggyesen létesítettek fiktív lakcímet azért, hogy a magyar államtól jogosulatlanul nyugdíjhoz és családi pótlékhoz jussanak hozzá. A családtagok még 2014-ben a ház magyar tulajdonosának segítségével jelentkeztek be a nyírmeggyesi ingatlanba, úgyhogy tisztában voltak vele, hogy ténylegesen életvitelszerűen az adott ingatlanban lakni nem fognak. Az idős házaspár 2015-ben nyugellátás, míg menyük családtámogatási ellátást igényelt, melyet a magyar államkincstár éveken keresztül folyósított nekik. A község jegyzője által elrendelt helyszíni szemle során azonban megállapították, hogy a személyek az ingatlanban életvitelszerűen nem laknak, ezért az állandó lakcímet érvénytelenítették, mely alapján a folyósító szerv határozatait visszavonta. A vádottak jogosulatlanul több mint 11 millió forint nyugdíjat és közel 1 millió forint családi pótlékot vettek fel, ezért velük szemben az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy a jogosulatlanul felvett összegekre a bíróság vagyonelkobzást is rendeljen el. Dr. Zaher Gábor a kiégésről, annak megelőzéséről és kezeléséről tartott előadás Máté Szalkán. Az ismert toxikológus szerint a prevenció egyik legfontosabb része, hogy rendszeresen tartsunk én időt. Bár gyerekeknél nem beszélünk kiégésről, csak szorongásról, az otthon látott minta alapján már fiatal felnőttként elérhet bárkit az úgynevezett burnout. A kiégés nem statikus, egyszerű jelenség, hanem egy folyamat, amely ciklikusan ismétlődhet. Az egyén és a munkahely egyaránt felelős a kialakulásáért, hiszen a fogalom érzelmi megterhelés, stressz következtében fellépő fizikai és mentális kimerülést jelent. A kiégést nehéz egyértelműen felismerni, bár számos erre utaló jellel találkozhatunk a hétköznapok során. Megjelennek a pszichoszomatikus tünetek, megjelenik az apátia, megjelenik időnként az erőszak, és
már most nem arra, hogy akkor kipattanunk az autóból, és akkor a elénk vágót az gyorsan elkalapáljuk, hanem otthon mondjuk úgy szólunk a gyerekhez, pedig ő semmi rosszat, és kicsit megemeljük a hangunkat, vagy esetleg a boltba, hogyha rosszul néz ránk az eladó, akkor egy kicsit megemeljük a hangunkat, vagy olyan dolgokat teszünk, amit amúgy máskor nem tennénk, akkor ezek óriási figyelmeztető jelek azzal kapcsolatban, hogy valami nem stimmel ezzel a történettel, és aztán nekiállunk kompenzálni. A leggyakoribb eset, amikor a rossz kedvet alkohollal vagy gyógyszerrel akarja valaki kompenzálni. Az egy pohár bort kettő követi, majd három, és egy idő után kialakul az alkoholizmus. A szakember szerint az lenne a legfontosabb, hogy az ember felismerje az intő jeleket, és időben meg tudjon állni. Időnként tök jó lenne, ha tudnánk például semmit csinálni. Na most az nem arról szól, hogy mondjuk itt van a hétvége, amiről is szólna a feltöltődésről, de nem. Nekünk hétvégén már reggel ki kell menni a piacra, ugye 12:00-kor bele kell merülni a kanálnak a levesbe, mert ha nem, akkor botrány van. El kell menni anyámékhoz, el kell menni anyósomékhoz, aki a franc egyen meg 30 éve ugyanolyan szarú süti a pogácsát, ugyanolyan sótlanul, de jó pofát kell hozzávágni. És amikor az ember majd vasárnap este 7-kor lerogy a fotelbe, és azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy itt a vége, akkor tulajdonképpen semmit nem tudott feltöltődni, és úgy kezdi a jövő hetet, hogy gyakorlatilag egy óriási nagy negatív energetikai mérleggel, és hát ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember kiégjen, és netán mondjuk belecsúszson egy depresszióba is, ami viszont már elég komoly tünetekkel bír. A folyamat azért is veszélyes, mert bár fiatal korban csak szorongásról beszélhetünk, gyermekként még nem lehet kiégni, a kicsik az otthon látott mintát viszik tovább felnőtt korukba. Meghatározhatatlan műfajú darabot láthatnak hamarosan a nézők a Bóri Zsigmond Színházban. Szikszai Rémusz rendezésében a Kalucsni című darabban elevenítik fel a teátrum művészei a 80-as évekbeli Romániát. A darabot március 2-án láthatja először a közönség. Az első számú idézet az úgy hangzik, hogy mi édes örömmel hallom tőle ezt a hírt, leányod így hát él az istenek között. Dragomán György napjaink egyik legfontosabb, külföldön is elismert írója. Második drámája a Kalucsni, egy igazán realista családi dráma a barokkos világpusztulás korszakában. Ezt a megrázó erejű pontos leletet dolgozza fel Szikszai Rémusz a Móri Zsigmond Színház legújabb nagyszínpados darabjában. A mindenkori diktatúra a hazugsággal és megfélemlítéssel tönkretett emberi élet először nevetésre készteti a közönséget, aztán jön a drámai felismerés. Ezért a rendező nem szívesen sorolta egyik műfajba sem a darabot. Én nagyon szeretem azokat a színdarabokat, vagy színműveket, amik nem egyértelműen valamik. Tehát ahogy az élet is tragikomikus. Tehát ha elmondom azt, hogy ma reggel én hogy indultam el, akkor annak van egy vicces változat. Tehát ugyanaz a sztori, ugyanazt látod, csak más szöveget mondok alá. És az egyik oldalról sírni fogsz a röhögéstől, a másik oldalt meg azt fogod mondani, hogy Jézuskám, csórikám, szegénykém. Tehát, hogy az élet tele van olyan tragikomikus vetülettel, ami, tehát, hogy nem egyértelmű az életünk, és én szeretem ezeket a kétfenekű vagy duplafenekű helyzeteket. A Ceausescu korszakáról szóló darabot március 2-án láthatja először a közönség. A rendező hosszabban is mesél a darabról a péntek esti Weekend című műsorunkban. Január 15-én elkezdődött az átigazolási időszak az amatőr futballban, február 14-én éjfélig válthatnak csapatot a megyei osztályokban szereplő labdarúgók, a téli időszakban csak klubjuk hozzájárulásával igazolhatnak új helyre az amatőr játékosok. A futballban a téli időszak holt idénynek számít, ettől függetlenül nem áll meg az élet. A magasabb osztályú együttesek külföldön edzőtáboroznak, de már a megyebeli csapatok is elkezdték a felkészülést. Emellett persze a megyei igazgatóságon is dolgoznak, a különböző tornák szervezése és lebonyolítása mellett most már az átigazolásokkal is foglalkozniuk kell a munkatársaknak. Egy hónaposra tér átigazolási időszak, január 15-től február 14-e éjfélig tart, és ami nagyon fontos és mindenféleképpen megemlítendő és jó tudni, hogy télen csak és kizárólag úgy tudnak váltani klubot azok a játékosok, akik futballoztak ősszel, hogyha az átadó klub is beleegyezik, az az átigazolásnál aláírja, lepecsételi az átigazoló lapot, illetve értelemszerűen azt tudjuk, hogy a 19 éven aluli játékosokért nyáron is lehet működési költségtérítést kérni, viszont télen a felnőtt játékosokért is lehet költségtérítést kérni, annyi, hogy a felnőtt
játékosok esetében a költségtérítéstől eltekinthet a két csapat, de nagyon fontos, hogy labdarúgó télen önszántából szabadon a klubja beleegyezése nélkül nem tud eligazolni. Bár a nyári időszakhoz képest télen kisebb a játékos mozgás, Kvaka Árpád szerint az ország egyik legnagyobb számú futballistával rendelkező megyéjében jó néhányan váltanak majd csapatot február közepéig. Majdnem 11.800 játékengedélyt adtunk már ki erre a szezonra, a 2018-19-es szezonra. Ez természetesen a bozsikos U7-es gyereket is beleértve, egészen az öreg fiúk bajnokságunkig, a lányokat is, illetve a futszál játékengedélyeket is. Ha ezt levesszük, akkor, és a bozsik programot is levesszük, azt mondom, hogy felnőtt szinten azért a 100, több mint 120 csapatunknál durván egy olyan 3000 játékos futballozik felnőtt szinten, az utánpótlásban is a bozsik programot, ha levesszük, szintén egy olyan 3000, tehát egy olyan 6000 játék. Tudunk ilyen U14-es korosztálytól egészen ugye a felnőtt szintig. Közben a szövetség által szervezett teremtornán túl vannak az első körön a csapatok, a következő fordulóban 16 együttes küzd majd a továbbjutásért. Bevált a Nyírerdő kupának az új lebonyolítási rendje, ami ugye az volt az elmúlt évektől eltérően, hogy egy helyszínen nem 6, hanem 5 csapat játszott. Ez azt jelenti, hogy nem 15, hanem csak 10 mérkőzést rendeztünk egy helyszínen, így a csapatok is időben el tudták kezdeni, tehát nem kellett hajnalba kezdeni 8 órakor, hanem 9 órakor kezdődtek a tornák, és ember időben 14 órára be is fejeződtek. Ugye a helyszínekről az első két helyezett csapatok tovább jutottak, illetve a 3. helyezettből a 4 legjobb harmadik, és most a középdöntőknél pedig még jobban változtatunk az előző évektől eltérően, hiszen 4 helyszínen 4 csapat fog küzdeni, ez pedig azt jelenti, hogy minden helyszínről 2 fog bekerülni majd a 8-as döntőbe, egyre nagyon pozitívak a visszajelzések a Nyírerdő kupáról. Vasárnap Gyulaházán, Demecserben, Újfehértón is levelek elépnek majd pályára a Nyírerdő kupában még versenyben lévő együttesek. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően bővül az Eisman autóipari beszállító cég Nyíregyházán. A 140 új munkahelyet teremtő fejlesztés eredményeként 7700 négyzetméterrel bővül a gyártási terület, valamint új gépeket is vásárolnak. Az Eisman prémium autóipari belső elemeket készít. A cégcsoport németországi központtal rendelkezik, 1997-ben első Németországon kívül termelő központja Nyíregyházán kezdte meg működését. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt pártszövetsége nem csak a magyar történelem, hanem az Európai Unió történetének legsikeresebb politikai konstrukciója, jelentette ki Semmién Zsolt, a KDNP elnöke Máté Szalkán a Kereszténydemokrata Néppárt évadnyitó rendezvényén. A párt elnöke a közelgő EP választásokról szólva kiemelte, a migráció jelenti a legnagyobb veszélyt Magyarország és Európa számára. Éppen ezért lesz nagy tétje annak, hogy kik kerülnek többségbe. Január 1-től megváltozott a sürgősségi ellátás rendje hazánkban. Ennek eredménye, hogy különböző súlyossági kategóriákat különböztetnek meg, így várhatóan a lehető legrövidebb idő alatt el tudják látni a betegeket. Az új szabály szerint az érkezéstől számítva 5 percen belül regisztrálni kell, és 10 percen belül a végleges ellátási helyre kell irányítani a beteget, akit az 5 súlyossági fokozat egyikébe osztanak be. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 18-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításaikat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó hétvégét! A hidegfront mögött visszatér a téli idő, átmenetileg szárazabb, majd ismét nedvesebb levegő érkezik. Szombat hajnalban ezért délfelől felhősödés kezdődik, késő délutánra északkeleten is megvastagszik a felhőzet, és este délen már havazhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul. Szombat estig fátyol felhős idő várható, szort napsütéssel, majd délutántól megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Estétől néhol már előfordulhat havazás. A keleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 fok körül alakul.
Vasárnap északon és nyugaton lehet szakadozott a felhőzet, főleg a déli, illetve a keleti ország részben várható hószálingózás, kisebb havazás, délkeleten havas eső is lehet. A jövő hét elején változóan, délen és keleten jobbára erősen felhős időre van kilátás, elszórtan hószálingózással, havazással. A következő napokban az erősen felhős vagy borult égből többfelé valószínű vegyes halmazállapotú csapadék. A minimum hőmérséklet a sok évi átlag körül, a maximum kissé az ilyenkor szokásos alatt alakul.